Na, üdvözlök mindenkit innen újfent a Grandedből, az építkezős, bázisépítős kis kreatív békés világomból. Folytatjuk a kis házikót. Egymás után veszem a két epizódot, úgyhogy nem tudom még milyen a fogadtatás, de remélem tetszik nektek ez a építkezéses dolog. Ezt itt ki tudom vágni, hogyha itt ütögetem ezt? Menő lenne, mert akkor ez se szólna bele a... Oké, ez eldőlni látszik. Vagy hát valami történt vele. Oké, szuper, szuper, szuper. Mert ez birizgálta az izémet itt a bázisomat, meg itt is van egy egyébként. Azt ki tudom ütni onnan. Ezni. Ez is eldőlt, jó. Piff. Oké. Jó, egyelőre ezeket én ide ledobálom, aztán majd valami lesz velük, most nem kellenek még. Ez a levél, ez marad. Ez egyelőre felszed. Most itt kéne valamit csinálnunk ezen a részen. Mégpedig ki kéne próbálni ezt a kő alapot. Vagy nem is tudom. Nem tudom. Megnézzük a sima alappal, hogy áll egyébként. Ide nem lehet lerakni. Na, azért valahogy le kéne, hogy tudjam rakni. Ilyen magasra lehet, csak ilyen fél magasságba. A nem jó. Na, ide lehetne egyébként, nézd. Oda meg már nem. Hó, kis büdös. Várjál, hogy itt a középre kéne valahogy leraknom majd egyet. Ahhoz valahogy ide kéne raknom egy ilyen elemet. Akkor nézzük meg a köveket, mert vannak ilyen kő alapok is elvileg. Közben ránézek itt, hogy megy-e minden, de megy, úgy néz ki, hogy van talán hangja a játéknak is. Ez mi ez? Mi az ilyen furcsa ablak? Megcsinálom akkor ezt. Jó, legyen ez, nem bánom. Úgyse próbáltam még ide rakunk egyet, mert max felszedjük, ha nem jó. Így akkor tudok menni arra fele. Aztán ezt, hogy itt hogyan tudjuk megoldani, erre fölmegy a karakter vagy sem, de inkább nem, szerintem. De ide megpróbálok egy olyan megoldást. Ugorva föl tud menni, csak nem akarok ugrándozni nagyon. Na, nézzük meg a lépcsőt. Ez nem az igazi. Ez túl magas lépcső lenne ide. Akkor ez nem jó. Na, attól tartok, ez így nem lesz jó, úgyhogy ezt kiszedegetjük így. Menjünk csak a simával. Viszont a távolság az nem volt túl rossz, úgyhogy lehetne akár... De ez meg magasra rakja, nem is... akkor ez se jó. Ez a szintezés, ezzel vannak itten problémák, kérem szépen, ezt nem egyszerű megoldani jól. Hát, jó. Nézzük akkor innen. Azt mondja, hogy B. És akkor ezzel kísérletezünk. Megyek arra fele, és előbb-utóbb le tudom rakni a földre. Ide. Aha, ide. Így, né? Oda már nem engedi, sajnos. Illeszteni. Ide engedi. Hát ide is nagyjából engedi, csak lerakta végül is. Oda is, jó, oké. Talán engedi ráilleszteni az izéket, az ajtókat. Legyen mondjuk akkor itt is egy ilyen kőajtó. Ha engedi. F, nem E-vel, így. Nyíljon mondjuk... hát, a fene tudja. Ha onnan jövök, inkább a másik irányba kéne nyílnia, így. Ja. Remélem, ezen ki tudok menni. Ezen pont ki. Ja, ez így nem tűnik rossznak.
Ez így nem tűnik rossznak, akkor itt ezt le tudom zárni. Úgyis itt lesz a kijárat. Jó, ide nem kell nagyon ablak se. Úgyhogy mehetünk azzal a sima, amit még nem próbáltam, a sima mezei íves fallal, ha megtalálom. De ez sem egyszerű mivel, ez is valahol ilyen random elő. Ez az, oké. Ez. Ide is tudnék ilyet rakni, de nem rakhatok szerintem, mert ott van a lépcsőház, ha minden igaz. Ja, oda nem szabad ilyet rakni. Akkor viszont jöhet a egyenes fal. Az egyenes fal, ez. Egyenes fal, miért nem tudok oda rakni? Na, oda akartam, így. Egyet ide is kell rakjak, igen. Hát ott nem megyünk föl, oda nem kell fölmenni. Ide is kell egyenes falat raknom egyébként. Így. Jó. Hát ezt meg lezárjuk, ahogy kell. Hármason van, megnézzük, hogy ide tudok-e rakni ilyen elemet. Nagyon is tudok. Ide vagy raktam már, vagy nem lehet. Ez a két opció van. Minden esetre reménykedek, hogy ilyet be lehet ide rakni. Ó, ez király. Hogy ő férje be. Nagyszerű. Hát ez teljesen korrekt egyébként. Ez teljesen korrekt. Ott pedig, ha így föl tudnám rakni. Ez egy érdekes, nem tudom, ebből van-e fél fal. Nézzük meg. Azt mondja, hogy B. Ilyen fél íves fal van-e? Kőből mondjuk. Van. Aha, ez. Ez az, ami nekem kell. Mert szerintem csak ez fér el ide. Ezt nem tudom becélozni, de hogy ez hol van? Hol van ez? Pontosan így. Itt van valahol ide. Na mindegy, oda rakjunk akkor egy simát, egyenes falat, eszni. Ha beengedi pattintani, nem biztos, hogy engedi, azt mondja, hogy de engedi, oda. És akkor most jöhet ez az íves szar. Errefele, azt mondja, hogy errefele. Hát ez nem az igazi. Vagy a fene tudja. Nem tudom mi a helyzet, mert ez mint hogyha ez nem lenne jó helyen. Ez rajt van. Na várjál. Hogyan tudok oda feljutni? Megnézzük itt fél lépcsőnyin. Ki ne pottyanjak, oké. Ah, most meg leestem, franc. Kifele ne essek, az a lényeg. Oké. Na, az az, amit le kéne szedni egyébként. Ez. Nem tudom, hogy le tudom-e. Nem az X-et sikerült megnyomni. Nem. Egész más szedtünk le. Valamit leszedtünk, de nem tudom, hogy mit. Szerintem a kerítés sikerült. Megyünk ide, és így. Jó, ezt akartam leszedni, oké. Mushroom, ez valami gombafal. Ez gombából van, gombatégla. Most már bizonyos. Na ezzel valami, nem vagyok kibékül, nem tudom, hogy mi történik, kérem. Ez így lenne. Lehet egyébként. Jó, ezt majd befejezzük újra. Ja, jó. Hát én nem tudom, nincs, nem jó egyébként. Nem, valami nagyon el van csesző ezen a részen. Hopp, nincs statika. Szétesett. De durva. Legalább ezt is tudjuk, hogy van statika a játékban azért. Azt mondja, hogy B. De négyesen voltunk. Ezt kéne ide lepattintani. Sikerült. Na, akkor ez is rossz helyen van. Elképzelhető. Hát... Na mindegy, azért kivesszük ezt is, mert lehet, hogy rossz helyen van. Ugye ide se került be,
elem, de mindegy. Csináljuk akkor szépen sorba. Szerintem 4-esen van a... Nem? 3-ason? Itt. Na. Oké, okay, és akkor talán most rá tudom helyezni a normálisan azt a pici elemet, ami lakik itt. Aha, most talán jó. Aha, most jó. És akkor ide, szerintem ez is rosszul van. Ez is rosszul van, ezt is leszedjük. Itt attól tartok, itt nincsen izé talapzat, mert nem engedte oda lerakni már. De megpróbáljuk azért lerakni, hát hogyha másodszor engedi. Elforgatjuk úgy, ahogy ide kívánkozna. Hát én nem tudom, hogy leraktam-e, de lehet. Akkor nézzünk egy... Először... Á, bár mindegy, mehet ez. Nem, először azért kéne lerakni a simát ide. Ja. Ha ez sikerült, hogy normálisra leraknom, akkor tudom behelyezni oda azt az íveset jól. Hát, mondjuk ez messze van a normálistól szerintem. De az is lehet, hogy ez nem lesz jobb. Ezt kiszedjük, ezt a falat, és akkor... Nem, ez itt valami más turpisság van egyébként. Jó, de jó lesz ez így végül is. Annyira nem lőnek ezzel nyulat. Azt mondja, hogy e. Vagy ehhez illesztem, vagy ahhoz illesztem. Ez a két opció van, és egyik se az igazi. De ott alul annyira nem látszik, úgyhogy ez az ilyen lesz. Azt mondja, hogy jöhet akkor a vékony íves. Legyen akkor ez szép, és akkor ide meg berakjuk a oda nem tudok íves rakni. Berakjuk ide a... ezt. Így. Jó, hát ez így egymásra megy. Zártni zár, de sajnos jobban nem tudom megcsinálni. Ott alatta így elmennek egymáson valamiért a dolgok. Nem tudom, hogy miért. Ezzel van a baj, vagy azzal, a fene tudja. Elég durván elmennek egymáson. Amivel még próbálkozni lehet, mert végülis miért ne, legyen tökéletes, ha tudom tökéletesre csinálni, ha nem, akkor meg úgyis mindegy. Mehetünk úgy, hogy... Elvileg itt van pedig, ami ez illeszkedhetett, ez. Lehet, hogy ezzel is baj van ámni az ajtóval. És megpróbálunk akkor úgy menni, hogy a fallal. Ez valószínűleg jól illeszkedik hozzá. Így. És akkor erre rakom rá az ívest, és akkor itt lesz a turpisság valószínűleg. Mondjuk... hát ez mondjuk a fene tudja, itt sem néz ki túl jól. Lehet, hogy a izé alatt jobban néz ki egyébként még mindig. Nem egyszerű a várépítés miniatűr környezetben. Hát úgy látszik ez az egyetlen, ez még a legjobb rossz. Mert itt azért elrejtődik a csúnyasága izé alatt, a híd alatt. Maradunk ennél az opciónál. Így. Oda ezt beforgatjuk, és akkor... Ja, itt egy kicsit ilyen csúnyácska, de ez jó lesz így. Azt nézem még meg, hogyha ide bepattintjuk ezt, akkor az megszivat-e minket ott fönt, ugye kiderül. Szerintem igen. Nem. Ez nem. Ez teljesen jó így. Maradhat is így. Oda még lehet, hogy sőt, oda még mindenképpen be kéne férjen egy ilyen lapos panel. Így.
Ja, így korrekt. És akkor arra kéne tennem egy tetőt, illetve nem, illetve ezt kéne kiterjesztenünk, hogy ez legyen a teteje annak is valahogy. Tehát ezt itt le kell tarónom, meg ezt is, és ezzel valamit kéne itt kezdenünk. Azt nézem, hogy itt bőven elfért volna akár még egy elem is. Nézzük csak ezt itt meg, hogyha azt ott kiveszem a halfelemet. Így. És bepattintok egy komplett nagyot. Akkor mi történik itt? Hogy ez mennyire randa odafent? Hát végül is annyira nem ronda. És akkor ez lehetne akár a kerítése ennek a résznek. Jó, mondjuk ide pont nem kéne ez a mosonfal. De kívül mehetne. Kívül mehetne, és akkor az egy ilyen várfalszerűség lenne. Ja, jó. Hát ez ilyen többkörös. Ez mondjuk egy cinkes, nem kreatívba, mert gondolom azért ezek drága dolgok, amivel itten szerencsétlenkedek most. Ezek nem olyan egyszerű dolgok, hogy csak így az ember pazarolja őket. Jó. B. Sima fal. Itt én gyorsan rakok le ilyeneket, de amúgy meg ezek súlyos farmolások eredményei valószínűleg. Úgyhogy ezekkel biztos csínyán kell bánni egy rendes üzemmódban. Jó. Ezt így megnézzük. Ez most ilyen félig zárt, félig nyitott, de egyébként egy tök jó kis raktárszerűség lehet belőle, vagy akármi. Ah, királyság, jó. Ezt a kerítést ezt leszedjük. És akkor ezt megpróbálom kitölteni. Úgyhogy B. És s. Abból nem tudom, van-e íves egyébként, de van, szuper. Na, ehhez kéne zárni, így. Oké, és akkor ide jöhet az íves cucc. A meg ez. Egy íves és még egy íves. Így. Ó, hát ez így szerintem elég menő. Ez így elég menő. Jó, ott lett egy ilyen kis várfaltorony-szerű valami. Ebben meg megint csak lehet pakolászni. Egy félig zárt, félig nyitott. Félig ember, félig disznó, félig disznó ember. Jó, oda még lehet rakni akkor egy ugyanilyet. Ezt lehet innen is meg tudom oldani ám. Azt mondja, hogy nem tudom megoldani, le kell mennem ide mindenképp. Mert ide is raktam egy fél elemet, nem? Egy halfot, ja. Amit le kell szereljek, mert oda fölfele kell mennem. Ide viszont nem, de oda igen. Úgyhogy megint aludni kell. Lassan ki kéne neveznünk, hol lesz a hálószoba, mindig leszerelem az ágyat is. Úgy néz ki, hogy azért az ágy az nem árt, ha van néha. Sokszor jól jön. Jó, és akkor itt még valamit kéne ezzel operálnunk. Oké. Hát ide rakunk akkor egy olyat, hogy B. Ez az íves ez. Így, és akkor ide meg egy korlátot kap szerintem. Az pedig lakik a talán középtájon volt valahol. Nem. De azt tudom, hogy itt a két óránál van valahol. Itt. Oké. Ezekre már nem hiszem, oké, eldobtuk a baltát, mert nem, nincs rá szükségük egyszerűen. Jó. Legyen nálunk kő, azért nem kár. Vagy semmi. Van olyan, hogy semmi van nálam? Nincs. Oké. Jó, akkor legyen a balta, az mégis kisebb teret foglal ki így a perspektíváimból. Na, oké. Egyelőre akkor azt csináljuk, hogy ide berakok egy olyan gagyi ágyat, és akkor ezt nem szedem le addig, mert az efér itt a sarokba. Ide rakjuk mi. Azt mondja, ez a respawn pont, meg a kalvás is lesz így. Így korrekt. Na, nagyon jó, nagyon jó.
Azon gondolkodok, ez lehetne-e itt jobb, de nem nagyon szerintem. Erre lehetne tenni egy kupakot. Azt hiszem. Azt mondja, hogy G. Vagy B. Nézzük valami tetőt. Erre nem lehet tenni valami tetőt. Ilyen kis, nem tudom, kupolát, vagy valamit. Hol vannak a tetők, az a kérdés. Hogy... Valahol láttam tetők. Itt vannak a tetők, igen. Jaj, van egy ilyen. Ez mi ez? Ez is valami tető. Lapos tető. Beférek itt? Ó, beférek itt, akkor legyen ott egy lapos tető, ez ott jól néz ki. Na ja. Megvan a lapos tető, szuper. Ugye ez ilyen kezelhetetlen valami, de nem tudok csinálni semmit nagyon erre a lapocskára. Sajnos, ez a levél, ez nem nagyon váltható ki, de mondjuk emelhetek a dolgon itt. Egyébként, mert ez a magasság, ez nem olyan rossz. Mi van, ha rakok ide egy lépcsőt fölfele? Mindjárt nézzük. A lépcsők azok valahol itt laknak. Nem? Vége fel laknak a lépcsők, itt laknak a lépcsők, jó. Azt mondja, ha ide raknék egy lépcsőt, így... Ez elég magas ez a lépcső, mondjuk ez fölemeli olyan szintre, hogy itt aztán már mindent lehetne csinálni, akár. Itt aztán már mindent engedne. Jó. Akkor csinálunk ide egy valamilyen alapzatot. Nem tudom miből, talán nem tudom ilyenből, mint a lépcső van. Így. És ugye mondjuk legyen alátámasztás, valami kis kamu alátámasztásunk, így lehet, oké. Okay. Hát arrafele mehet ki így. És akkor itt fogjuk így leívesíteni ezen a részen. Mondjuk ebből a szempontból itt nem sok statikát érzek, de végül is a fű az nem nehéz, úgyhogy ez még így adhatja is a dolgot. Várjunk. Azon a felén nem. Tudom. Várjunk. Hát szó. Kijöhetnénk még egyet egyébként. Akkor ez lesz a maga, ez lesz a jobb házikó. Akkor ezt itt leszedjük. Várjunk ezt. Jó. És akkor még ide építünk ilyen alapzatot. Azt ezt majd alá támasztom valamivel. Egy. Hát... Ide rakunk ilyet, és itt is akkor visszamegyünk egészen idáig. Így, és akkor szerintem itt fogunk befordulni. E. Nem így, hanem B. És egy ilyen íves nyavaját ide rakunk, hogy szép legyen azért a base. Itt is megcsináljam ezt? Ha legyen így, ja. Azt mondja, hogy E. Megpróbálom alá támasztani. Ez is egy érdekes design. Ja, itt nem tudok lemenni, akkor ezt muszáj lesz itt kihagynom. X. Csak az a baj, ezt nem tudom, ilyen fél fal nincs mi. Ja, de van itt egyni. Ez. Ez az. De ezt itt nem lehet megcsinálni. Ha, csak ide. Így viszont igen. Ha, szuper. Meghackeltem a rendszert. Jó. Na jó, ez már plac. Ez már plac. Azt ki kéne vágni, mert ez itt útba lesz. Meg ezt itt a pókit mindig bele fog nyúkálni, úgyhogy ezt kivágjuk mindenképp. Oké. Okay. Ezek annyira nem zavaróak. És akkor itt van a bejárat. Ez jó. Teljesen jó. És akkor ide kéne valami alátámasztékosságosság, ami valahogy kinéz. Ezt nem tudom még, hogy csináljuk meg. Mondjuk ide. Ilyen oszlopos. B. Mehetne akár izé is. Az a kőszar. E. Ó, ez alátámasztotta. Nem tudom, hogy mennyire szép, vagy mennyire nem. Jó.
Jó, ez így, kérem szépen. B. Ide akkor egy simát. Ó, itt ilyen bogarak vannak, meg ilyen vackok. Most egy sima egyenes fal kéne valahonnan. Ez. Ajaj, ez mondjuk jó ide, alátámasztotta szépen, csak és addig tart, jó, fú, nem tudom, azért kéne megcsinálnom még akkor, még egy íves legalább, azt engedne ide, akkor azzal kiegyeznék azért elég jól. Aha, engedte, meg alája is engedte, nagyszerű. Nagyszerű, ez még azt mondom, hogy jól is néz ki majd kívülről. Oké. Akkor ez így jó. Hát nem tudom, itt akarok-e valamit még ezen a részen, hogy jobb legyen, vagy valami legyen. Nagyon nem tudok itt mit csinálni egyébként. Ide rakhatok még ilyet. Ja, idáig lehet rakni. És akkor itt esetleg kerítést, vagy mit rakhatok erre? Hát ilyen fél falat lehetne rakni. Hát mondjuk itt is lehetne egy ilyen lejárat végül is ezen a részen akár. De kijöhet egész kívülre. Jó. Felőlem, aztán körbe mehetünk. Így, jó. Oda kéne még egy lépcső ide lefele, hogy ide is be lehessen jönni. Azt mondja, hogy B, és akkor lépcsők. Lépcsők azok, ahol itt a vége fele vannak. Ez az. Elvileg jó lesz szerintem. Be tudom oda pattintani talán. Jó. Hát ez... ez így lépcső. Oké, hát akkor ez így jó lesz így. Lehet, hogy akkor ezt a sarkit, ezeket kiszedjük. És kicseréljük ívesre, ha nem esek innen le, addig nem. Oké, meg akkor ezt is kicserélem. B. És akkor itt ilyen íves kerítéssel tudunk menni, ez jó fog itt alul kinézni. És akkor valami alátámasztásokat meg rakok, vagy nem tudom, ilyen supportokat még. Ja, itt el lehet menni ilyen kerítéssel. Lehet lőni innen őket. Folytatás az meg mehet tovább, akár majd arra fele is valahogy. De az már annyira nem vészes. Ja, ezt is még kivesszük innen, X-el. És ide is berakunk egy ilyet. Oké, és akkor ilyen szép keretes lesz az egész, frankó. Ez így teljesen jó szerintem. Jöhet a kis két órás kerítésünk, ha megtaláljuk. Itt is van. Egy, kettő, három. E. Egy, kettő, három. Megint egy kis E. Megint egy kis E. Úgy, és akkor most jöhet a az íves kerítésünk, az meg itt van. Egy. Ezzel kívülről is jól fog kinézni. És akkor a placom azért el lehet szépen félni. Jó, hát itt nem tudom, de belülre lehet, hogy rakok azért még kerítést. Le ne potyorogjak. Vagy várjunk? Hát ide akár... ugye a fal... fal, alátámasztatunk fallal is.
ha engedi. Hopp, valamiért automatikusan mentem előre, nem tudom miért, na mindegy, B. Keressük meg a falat inkább. Hát, ha befér ide egy fal. Azt mondja E. Oda okés. Ez kilóg arra fölfele vajon? Megnézzük. Nem lóg ki. Ó, nem lóg ki, ez nagyon jó így. Oké. Jó, ide majd rakunk valamit. Akkor itt is lehet ilyen, akár, nem? Mert hogy az sem lóg ki, elvileg. Így. Nagyon jó. Ez így nagyon jó. Becsempészünk ide ablakot is kettőt. Mondjuk ide egyet. Ez mondjuk a másodikra ide. Ez az első volt. Hát akkor legyen inkább itt. Így. Meg akkor arra is kéne egy ablak. Azt mondja bő. Ilyet. Hogy? Meg oda. Valahogy ez jobban néz ki. Oké, és akkor itt meg lezárjuk simán ilyennel. Igazi kis középkori vár lesz ebből. Majd ide meg teszek ilyen alátámasztásokat. Na, ide rakjunk egy ajtót. Mert hogy ide is lehetne rakni egy várfalacskát. Rakok is, ez így korrektabb. És akkor azt mondja, hogy hol vannak azok a szuper karika ajtóim, itt vannak. Ide be kéne, hogy tudjon pattanni egy. Az, hogy nyílik arra. Hát. Ne dobd, eldobta valahova. Jó, mindegy. Csak forgatni akarom, és mindig eldobja az a rohadék bal. Tehát és nem is tudom, hogy hol dobta egyébként. Valahogy ide beleállított a falba. Ja, itt van. Beállt a falba. Nagyon jó. Oké, hát itt is valamit lehet csinálni. Ez is egy olyan helység, oké. Na itt ezt lezárjuk azért, itt a bulit. Azt mondja, hogy X. Várjál. Hát ott kilátni, az igaz. Ez a lépcső, ugye? Igen, ezt a grass, ezért ezt kivesszük. Megnézzük, hogy mit csinál itt a... Van az a... Ez. Ez egy kis ilyen pince feelinges. De ez mi? Ez ilyen fél fal. Azt hittem, ez egy teljes ilyen lejárós valami, de nem. Csak olyan nincs is, mi? Ez is ugyanaz fél-fél, ja, ez is ilyen fél. Óha. Hát akkor mindegy. Akkor marad a lépcső, most zárt, nem zárt, mindegy. Még esetleg ilyesmi is lehet. Ez ilyen nagyon cserépforma. Ja, ez nem. Még vannak ilyen tetők, a tetők még szóba jöhetnek. A sötét tetők, ezek közül valami. Ez esetleg, de ez meg ilyen íves. Az sem annyira. Jó van, akkor nem. Akkor marad ez. Kicsit ilyen átlátszó, de hát mindegy, nem érdekes. Mindegy, itt viszont akkor beburkoljuk ezt a részt. Vannak ezek a fél kő cuccok, azokkal megpróbálom betuszkolni. Azt mondja E. Egyet oda. Hát most tudom a lépcső alatt, hogy legyen. Hát ide lehet egy ilyen. Oda is kell. Ide is kell, meg ide is kell. Így. Elvileg így teljesen zártá tettük ezt a pinyót. Ide föl tudok ugrani, itt lehet még ide pakolgatni ezt, azt, amaszt. Hát ez egy ilyen jó kis tárolós lett. Ez miért lóg ki egyébként, azt nem tudhassuk. Valamiért itt kilóg. Az meg nem. Várjunk csak, nézzük meg, ha ezt kiszedem, akkor nem tudjuk, mi történt. Na nézzük még egyszer. Valamiért az kilógott a rendszerből.
Így is kilóg egyébként. Jó van, hát mindegy. Mindegy, ez van. Jó, ide akkor csinálok ide is egy emeletet. Mindenképpen, ugye az jön ide. Azt mondja, itt három van, középen lesz csak ablak. Szerintem úgy csináljuk meg így. Így, jó. Itt is úgy lesz akkor, hopp. Így, oké. A végén, azt nem tudom, mind a kettő ablak lesz akkor, oké. Jöhetnek az ablakosok. Legyen jó fény itt benn. Nem tudom, hogy ez számít-e, de itt legyen fény. Oda is egy ablakos, meg oda is. Meg a végébe is. Úgy, ni. De ebben azért keményen kell anyag egy ilyen épületbe. Nem tudom, hogy mennyi anyag szükséglete lehet ennek, de ebbe azért gyűjteni kell a gombát. Gondolom a gombákat kell majd kivágni, és abból lehet csinálni ilyen téglákat, amikből ez van. Nem egyszerű, az biztos. Oké. Rögtön megcsináljuk a második szintet is itt egyébként. Ez is ilyen kétszintes lesz, ez a része. A kecónak. És kíváncsian várom, hogy mi a franc van ott az izével, azzal a fallal. Ja, szerintem ez ekkora lesz, ez kétszintes lesz, és az izét azt csinálom meg magasabbra, majd azt a tornyot. És akkor úgy nagyon kis menő lesz a kecó. Azt mondja, hogy hogy nem V, hanem B. Oda is mehetnek az ablakos megoldások, oké. Oda is. Itt középen lesz csak ablak. De amikor elnyomok és nem nézek oda, akkor szoktak azok a dolgok megtörténni, hogy eldobom a kezemben lévő eszközt. Mintha már nem akarnék többet baltával dolgozni. Na, ez is jó. Oké, akkor keresünk egy helyet a... Várjál? Ez így magasságban megvan kb. Mert ide berakhatjuk. Egyébként lehet itt a lépcsőház is akár. Mindjárt keressük a csiga lépcsőt, azt megnézzük, hogy itt lehetne a lépcsőház. Csiga lépcsővel kéne operálnunk mindenképp. Csak nem tudom még, hogy érdemes vele menni. Mondjuk nem lenne rossz, ha itt lehetne így a csiga lépcső. Ez így nagyon praktikus, mert nem foglal nagyon helyet. Mondjuk ez így azért király, mert itt... Na igaz, viszont ezt a falat le kell szereljük, úgy. De viszont így egyenes lett a teteje, ez jó hír. Ide viszont kell majd fal szerintem, mindegy. Mehetünk föl, akkor itt lesz a kettes szint. Úgyhogy már lehet is rakni a többit. Várjál, még egy izé kelleni fog, még egy csiga lépcső szerintem, mert kelleni fog még egy, igen, a tetőtérben, igen, lesz ennek tetőtere. Ide megpróbálom megcsinálni a felső tetőrendszert, mert arra is kíváncsi vagyok, hogy az hogy épül föl. Ez így nem zavaró, itt fölmegy, jó. Oké. Jó. Oda nem rakunk. Ide rakunk. Oda is. Jó, csak ide megjöhetnek az íves elemek. Pár darab abból is kelleni fog. Egy oda. Egy ide. Itt a sarokba is szerintem, igen. Így. Most ennyi, mert kb. Ennyit lehet itt elengedni. Ide esetleg lehet rakni ilyen izét. Oh. Ez az autentikus menés, nem tudom ez hogy történik. Megnyomok valami gombot itt, és akkor elkezd egyenesen menni előre a karakter, a
talán az N-et nyomom meg a B helyett. Na de mindegy. Lekerítjük ezt, hogy itt nehogy leessünk. Meg ez így olyan jól is néz ki. Szerintem ide is rakunk egyet, hogy... Jó. A lépcsőház akkor így le van védve kb. Jó, itt azért van plac, itt lesznek majd akkor az én kis vackaim. Hogy is? Hogy is vagyunk? Ide viszont kell. Hát a bejárat az való itt lesz szerintem. Ezt le kell itt zárnom mindenképpen. Valahol kell ide egy ajtót raknom. Lehetne itt az ajtó, csak nem tudom, az úgy működik-e. Hát megnézzük. Ennek az a titka, hogy meg kell nézni. Az kiderül. Azt mondja, hogy erre. Ide lehet egyáltalán rakni? Nem, ide nem is lehet rakni ajtót. A lépcsőhöz nem lehet. Ide viszont... Hát ide kéne, hogy tudjak, nem? Vagy ide se? Ó. Milyen fura már, hogy nem lehet ajtót rakni az ajtó helyére, hogy ahol a házam van. Ide se engedi a kis büdös. Annyira nem akarom elpazarolni itt a helyet. Ajj. Ajj. Lehet, hogy akkor itt kéne megcsinálnom ezt a... Ide se engeded, de ide kéne? Na azért. Ha itt lenne az ajtó, így... Mint a fő lakóhely. Ez nem lenne olyan rossz egyébként. Akkor lehet, hogy azt csináljuk, hogy ezt itt kiszedjük. Így. Meg ezt. Oké. És akkor itt lesz a bejárata a házikónak. Oké. Ide akkor viszont kell tennem két ilyen a francot. Két sima mezei ablakossat. Ezt és ezt. Így. És akkor még egy ilyen ajtó kell ide. Egy karika ajtó. Ide. Így. Ha engedi. Ugye ez íves helyen van. Úgyhogy nem fogja engedni a kis szemétláda. Attól tartok. Ajjajjaj, hát itt mindig a szívás megy, kérem szépen. Pont amiatt nem engedi, mert itt van ez. És hogyha ezt leszerelem, így esetleg, így már engedi. És utólag rakom fel a korlátot. Az mekkora hack lenne, ha így engedné. Nem fogja. Nem, sajnos nem. De, azt meg tudjuk csinálni, hogy ezt kiszedjük, és kicseréljük. Azt mondja, hogy kérek ide neki egy ilyet. És akkor ez ilyen szögletes lesz ez a része. Vagy tovább trükközünk itt. Ja, csinálunk egy ilyet ide, és akkor egy kis extrás lesz ez itt. Nem ilyenből, hanem ebből. Egy kis körívest. Na, gyere oda, úgy, oké. Egy ilyet csinálunk, de ez kicsit megbolondítja. Fel és megbolondítja. Azt mondja, hogy B. Megkeressük az ideillő kerítés elemet. Ami ő lesz. Ezt szerintem teljesen adja. Úgy. És ide pedig bemehet. Ez. És most jó így. Na. Így le tudtam zárni a kecót. Jó. Ugye ez a főházikó, és akkor legyen már ennek rendesen ajtaja. Itt a bejárat. Hát ide nem lehet más tenni, csak egy ilyen, amit már korábban is alkalmaztam, valami ajtófélfát, való volt. Amit egyébként majd több helyre be lehet rakni, de ide is nagyon jól be lehet rakni, nagyszerű. De ezt itt lezárandó, ide két ilyen köves nyavaját szeretnék azért ide bepattintani, így.
sokkal hangulatosabb féle. Oké, okay, és akkor itt van egy pince a házhoz, ebbe lehet rakni ilyen vackokat. Itt meg akkor a laktér lesz majd. Az igazi laktér. Oké. Okay. Meg a tetőtér. Na, és akkor most kéne valami tetőt összehoznom. Itt is lefedjük, szerintem. Azzal kezdem. A sima mezei ilyennel. Hát akkor legyen így, mint az előző szint volt. És a három szinten már azért csak el lehet lavírozni, gondolom. Azzal már nem lesz gond. Kérdés, hogy mit tudok, hogyan lehet megoldani a tetőteret, úgyhogy hasznos legyen, meg valahogy ki is nézzen. Milyen szép kilátás van itt azért a tóra is. Lehet, hogy kéne ide egy erkély. Ajda vagy egyen lejjebb, nem is tudom. De lehet, hogy ide kéne egy erkély, ide. Ide a homlokzathoz, innen jó kilátni. Ja, ide csinálunk egy erkélyt, azt hiszem. Nem tudom, hogy lehet-e ide ajtót rakni. Középre. Ugye kiderül. Lehet, nem tudom, mit csinál vele. Ó, oh, megcsinálja, jó, oké. Okay. Jó, akkor itt lesz egy erkélyünk majd, és ehhez illesztjük a tetőszerkezetet. Ott a szomszédságni. Ez már akkor ez a kastély, hogy ezt már látják a házból is, szerintem, hogyha... Ha észreveszik, hogy itt összementek a kölkök, akkor azért tudnak vele, hogy csinálni. Az meg egy bazin nagy tornyot lehet csinálni, amiből ki lehet lesegetni, az tök jó. Erre töltyfára lehet, föl lehet menni később, nem tudom. De hogy adja magát. Na! Viszont egy bogár bejött, nem is kicsi, a lakásba, de azzal majd foglalkozunk, ez biztos a játéknak a hozománya. Hogy állunk időben? 47. perc. Jó, lehet, hogy a tetőszerkezet az a következő epizód történése lesz. Akkor még majd azzal akkor foglalkozunk. Ja, legyen így, mert úgyis besötétedett. Akkor köszönöm a figyelmet, remélem tetszik a kastély alakulása nektek. Jövök vissza hamarosan, szerintem aztán befejezzük ezt az épületet. Meg akkor megpróbálom berendezni és megnézni, milyen hasznos tuccok vannak a játékban, amik motiválják az embert a sima túlélős szenvedésre. Na jól van, köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok! What the-